Elkészült Románia országos sportstratégiája, jelentette be Novák Eduárd sportminiszter. A stratégia fő célja, hogy a sportot országos prioritásként határozza meg három irányban: iskolai sport, tömegsport és élsport. Bemutatta Románia országos sportstratégiájának végleges tervezetét a miniszterközi bizottságban Novák Eduárd sportminiszter. A stratégia a Bábés-Bolyai Tudományegyetem munkatársainak segítségével készült el, egy éven át dolgoztak rajta, mivel több hónapot igényeltek csupán a sportszövetségekkel történő tárgyalások. Az elmúlt 30 évben érzékelhetővé vált, hogy szükség van egy ilyen dokumentumra, amely világos célkitűzéseket fogalmaz meg, hogy az elkövetkezendő 10 évben eredményesebb és rendszerezettebb legyen a sportélet, magyarázta Novák Eduárd. Szükség van erre a stratégiára, és az első dolog, amiért szükség van, az, hogy Romániában politikai szinten a sport legyen egy prioritás. Hogyha prioritás, akkor egy teljesen más szintre kerül ennek a megértése, és a következő a profi sporttal kapcsolatosan fogjuk a sportokat prioritizálni. A prioritizálás az fogja jelenteni, hogy lényegében minden, ami a sport körül, a fejlesztése körül van, az ezekre a sportokra fog hangsúlyt tenni. A stratégia legfontosabb célkitűzései a hagyományos olimpiai sportágak előtérbe helyezése, egy kiszámítható és átlátható sportrendszer létrehozása, valamint a kiemelt szövetségek támogatása. Egy olyan rendszert hoznának létre, amelyben a kiemelkedő szintű sportolók a lehető legjobb körülmények között edzhetnek, hangsúlyt fektetve a központosított, ellenőrzött edzésekre. Ugyanakkor 10 éven belül minden megyeszékhelyen meg kell teremteni a kiemelt sportágak infrastruktúráját, a kormányprogramok révén pedig új sportlétesítmények építésébe kell beruházni. A miniszter kiemelte, fontos az edzők szakképzési rendszerének kidolgozása is. A stratégiát hamarosan nyilvános vitára bocsátják, majd kidolgozzák a költségvetését, hogy minél konkrétabb célokat tartalmazzon a 10 éves terv.